Megjöttünk. Ez a helyszín, a flashmob. Dolby, surround, utána. Zene, meg azon belül is a rockzene éltetés az első számú célja ennek a rendezvénynek. Hát amikor kipattant a fejemből, akkor a barátomat pillanatok alatt magam mellé tudtam állítani, nyilván ők zenészek, és mai napig borzasztó büszke vagyok erre a 30-40 fős csapatra, akivel ezt az egész rendezvényt, tehát aláhoztuk már Szegeden is, és tehát hogy miért jó, hát ezért. Itt van 500 fölötti zenész, akik pénzt, energiát, kilométert nem kímélve az ország minden szegletéből idejöttek azért, hogy együtt zenéljenek. Egy jó bulit hozzunk tető alá, nyilván ez az elsődleges cél. Nyilván a másodlagos az, hogy a közönség is jól érezze magát itt a flashmobon, tehát hogy egy ilyen egyszerű és megismerhetetlen eseményt lássanak. Nagyon jól hangzik, egyre jobban kezdünk összerázódni. Az elején egy kicsit voltak szétcsúszások, de egyre jobb lesz. Nagyon-nagyon szuper, különleges, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt lehetek. Ekkor a zenekarban nem játszottam még, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenkinek nagy élmény. Azt vártam, hogy legyen egy energiabomba azzal, hogy 7-800 ember együtt zenél, és ez az erő, ez kezd kibontakozni. Nekem ez a gyermekkori placom, nagyon sokat zenéltem itt. Én 10 éve Németországban élek, és mikor megláttam, hogy a szuper csapat itt szervez egy ilyen nagyszerű rendezvényt, azonnal jelentkeztem. Remek jó koncert lesz. Azt gondolom, hogy a stáb az oktató videókat nagyon-nagyon szépen összerakta, nekünk csak az volt a dolgunk, hogy megtanuljuk őket. Tavaly Szegeden nem voltam, de Siksósfürdőn ezen a felkészülő táboron részt vettem, és ott nagyon-nagyon kellemes élményekkel mentem haza, nagyon vártam ezt. Ekkora nagy szabásról nem vártam. Gondoltam, hogy jó lesz, és nagyon jól fog szólni, de itt az előzetes próbák felülmúlják azt, amire vártam. Nagyon-nagyon-nagyon klassz. Voltunk a szegedi rock táborban. Én akkor úgy indultam, hogy nem mertem énekelni, mert én mégiscsak klasszikus zenész volnék, és olyan jó volt, hogy segítettek többen is az énekesek, a profi énekesek, hogy felkaroltak, hogy igen, ezt jól csinálod, jó ez így, és biztattak, ez nagyon-nagyon sokat számít. Úgyhogy ez nagyon jó, mint egy nagy családban zenélni, nagyon jó. Fantasztikus érzés ez a rengeteg zenész együtt. Ez egy öröm a zenének, öröm a zenészeknek. Nekem meg külön öröm apaként, hogy itt van velem a legkisebb lányom, és remekül énekel velem együtt. Azért jöttem el, mert az anyukám az énekel, és az apukám meg dobol. Szóval úgy döntöttem, hogy én is inkább így dobolni fogok most. Meg is tanultam pár számot, a többit azt
apa dobolja, de hoztunk ilyen bungó dobokat, és akkor azon én tudok ütni igazából. Óriási élmény itt lenni veletek, és borzasztóan örülök, hogy össze is jött itt dátum. Ügyileg két koncert között vagyunk, és Szombathelyről azért ez a nem legközelebbi országos pont, de amikor megérkeztünk, egyből láttuk, és hát megdöbbentő ezt így fizikailag is átélni, hogy ilyesmi létre tudott jönni, úgyhogy ezúton is szeretnék gratulálni a szervezőknek, meg hát a zenészeknek a jelenlétén, mert nagyon fontos, hogy ilyen események történnek az országban. Azt gondolom, hogy a felnővekvő generáció, amikor ilyen akusztikus élményt hall igazi hangszerekkel, igazi énekléssel, akkor az egyfajta alapot tud nekik adni, és talán kirángatja őket az online virtuális világból, és a hangszerhez közelebb viszi őket. Zene fővárosa Kecskemét, nagyon sokféle stílus már különböző fesztiválokon megjelenik, a rock még hiányzott, és ahogy látom, ez a legkeményebb mag, és nagyon örülök neki, hogy belevágtunk, mert hát nem volt kegyes a Jóisten hozzánk az időjárással, de a kitartó szívek és a rock szeretők itt vannak, és kitartottak velünk. Gyakorlatilag nincs olyan kecskeméti, aki ne tanult volna Kodály módszert, annál ne énekelt volna kórusba, vagy hangszeren ne játszana. Én is hangszeren játszottam, kórusénekes voltam, úgyhogy a munkatársaimmal együtt ezért gondoltuk, hogy egy kicsit más hangszínen is kipróbáljuk magunkat. Életre szóló katarzis volt, zenei és nagy közösségi katarzis volt ebben részt venni, úgyhogy reméltem, hogy a Révész meg a Fince elhív idén is engem, és itt Kecskeméten is részt vettek ebben, és hát itt vagyok most. Mi egy nagy zenekar vagyunk mindenkivel, akik lent a placon játszanak, és mi akik fenn a színpadon, tehát mi az 5-600 közreműködőből egyek vagyunk, és így érezzük, és hogyha nem így éreznénk, akkor valószínűleg nem is lenne meg ez a katartikus együtt csinálunk egy nagy valamit érzés, nem így maradna meg bennünk. Ami fantasztikus, most őszintén megmondom, majdnem sírtam, amikor körbe mentem, hogy milyen pici gyerektől, milyen idős emberig valóban zenél, és milyen elhivatottan és átszellemülten csinálták ezt az egészet. Most egy kicsit megijedtem itt az esőnél, és nagyon drukkoltam, hogy ne mossa már el, hát annyira jó ez az egész rendezvény, főleg, hogy tényleg rengetegen eljöttek, úgyhogy én nagyon szurkolok, és már most előre a Feriéknél. Kellene többet mondani? Szóval nagyon jó lenne ezt folytatódni, és minél több városba eljutna.